Szia. Kérdem neked kedvencedet. Köszi. Volt ma vizsgád? Nem, tegnap volt, de jól ment. Örülök, hogy tudsz készülni. Nem baj, hogy nem otthon találkozunk? Dehogy nem. Már annyira féltem, hogy soha nem szólsz hozzám. Ne haragudj, hogy eltűntem. Na. Mondod te, vagy mondjam én? Kezdem én, jó? Hogy töltsem fel így őket? Egyszerűen nem hiszem el, hogy egy olyan lakásban lakom, ahol nincs internet. Van internet, csak éppen szerelik. Mi pont ma? Jó hír az, hogy volt parkolóhely. A rossz hír az, hogy otthon hagytam a hajcuccokat. Lesz még időt előtte hazaszaladni, érte, nem? Na, mutasd. A galériában fogják kinyomtatni? Hát igen, és már csak az utolsó két szöveget kéne feltöltenem. De hát nincs internet! Mit csinálsz? Internetet. Mi? Hogyan? Úgyhogy megosztom veled a mobilnetemet. Látod? Most a telefonom érzékeli a gépedet, és hogyha minden jól megy... Voilà! Van neted. Fel tudod tölteni a szövegeket. És te ezt miért nem tudtad eddig? Azért, mert nekem lefogyott a mobilnetem. Értem. Semmi megjegyzés, hogy antiszámítástechnikai talentum, vagy ilyesmi? Laci! Nem sikerült jól ez a randi, látom. Jó, ezeket kell levinni? Tudtam, hogy van igen, valami. Azokat. Tudtam, hogy van valami. Nincs semmi! Hú, nagyon nem sikerült jól. Ti miről beszéltek? Ez ilyen... Egy férfi is lehet nő, tudod? Ne puszilgasd már, náthás! Neked meg otthon kéne feküdnöd, ne pedig itt bohóckodni. Na az nem lehet, hogy a halálos nátha ágyam előtt ne tudjam meg, hogy mit írtál a képemről. Mi képedről? Talán te festetted? Évtizedes kapcsolódás ez, egy felnőtté egy gyereké, később egy nőjé és egy férfié. Nem szerelem ez, túlmutat azon, alapja megértés és türelem. Nagyon szép. Lacika, ha most én is elkapom ezt a nyavaját, akkor nem életmű, halott mű kiállítás lesz. Ne gyere így este! Jézus! Amikor pár napja kerestelek és nem vetted fel, aztán visszahívtad, akkor meg én nem vettem fel, akkor az történt, hogy... Még nem akartam veled beszélni, mert az van, hogy újra összejöttem Danival. Kivel? Na, én tudtam, hogy így fogsz reagálni. Flóra, nem értem. Anya, tudom, hogy kibeszélt a hátam mögött, de az mikor volt? Gimi elején. Hány éves volt akkor? 15? Azóta már teljesen megváltozott, és képzeld el, hogy egy építésznek tanul. Egy évig élt Norvégiában, és tök vicces, hogy beszél norvégul. Anya, csak azt szeretném kérni, hogy adj neki még egy esélyt, és ne ellenségeskedj vele. Persze, kicsim, persze, bármit. Persze, együnk egy pizzát most. Jó? Ennyi? Azt mondod, hogy oké? Okay? Hát hogyne, hát szeretjük Danit, nem? Köszi. És akkor holnap áthívhatom magunkhoz? Flóra, azért lassan a testen jó. Jó. Elmondhatok én is neked valamit? Persze. Van valami, amiről már régóta szerettem volna veled beszélni, de nekem sem volt bátorságom.
Az van, hogy én... Így vegyíti egyszerre a futurisztikus és hagyományos jegyeket. Így lesznek képei egyszerre távoliak, mégis megrendítően személyesek. Elkazovszki gondolattal búcsúzom Önöktől, amikor a kép működni kezd a nézőben. Ugyanolyan folyamat kezdődik el, mint a festőben, munka közben. Ugyanolyan beláthatatlan, ugyanolyan irracionális. Judit, kérlek, hozz minket közelebb Sárához. Minden nap felhívott, hogy megírtam-e már. Ez a kép számomra az otthont jelentette, a melegséget, ismerős illatokat, mozdulatokat és a tudást arról, amit én magam egyedül nem tudhatok, amit az ember csak ketten tud. Aztán átalakult. Új formájában emléket jelent, ami megrendíthetetlen, de amire egy új élet épülhet. Reményt jelent. Új formájában emléket, amire jólesően gondol az ember. Főleg, amikor a fagyos parkban sétálgat, az életen gondolkodva, és hogy mi a fenét keres itt egyedül, az őszi fagyos parkban várakozva. Ugye tudod, hogy még mindig gondolok rád? De ez a kiállítás, ezek a képek csodálatosak. Köszönöm. És mik a terveid? Eladod őket? Még nem tudom. Az a kép, amiről a előadás sorozatodban beszéltél, ugye? Új üzenet írása. Egy kattintás balegérgombbal, nem jövök, ne várj, ennyi az egész. Írtam, hogy nem jövök. Jóval a találkozónk előtt Flórával kellett beszélni. De én nem régóta ismerkedem a számítógéppel, de azt már tudom, hogy ilyenkor a küldésgombra is rá kell nyomni. Az is egy kattintás. Ne hülyéskedj már. Írtam üzenetet, és el is küldtem. Ne haragudj. Nem vettem észre, hogy nem küldtem. És egy pohár peskőt? Nem, inkább kettőt. Örülök, hogy itt vagy. Annyira meghatottak azok a gyerekrajzok, amiket küldtél. Úristen.
fú, nagyon. Nagyon büszke vagyok a gyerekekre. Ugye? Nagyon. Mm. Olyan jó hozzájárulni, kinyitogatni őket, tudod? És akkor engedni, hogy alkossanak, csak kiteszel egy ilyen csodaszép alkotást, jó, ami őket is beindítja, tudod? Látod, én milyen önző vagyok. Szerintem ez nem az. Én nekem az meggyőződésem, hogy az ember képviselje az értékeit, tehát álszerény ne legyen, hogyha valakiben egy ekkora tehetség. Jó, de azért lakik. Ez az odaadás, ami benned van, ez bennem nincs. Igen, de én ehhez értek, te meg ahhoz értesz, tudod? Jó. Igen. Igazad van. Hú, de jó, hogy tisztáztuk ezt a félreértést, Jézusom. Jaj, ne is mondd, én azóta nem aludtam. A Lacét, a Lucát, vérbe sértettem őket. Komolyan? Borzasztó, tényleg. Nagyon sajnálom. Annyira hülye vagyok. Annyit kellett volna, hogy megnézem a telefonomon, hogy oda pillantok, hogy elment. Vagy... Jó, de én meg mit képzelgek itt dolgokat, mert mindent kitaláltam rólad. Borzasztó, tényleg. Jól van. Meg a lányodére. Köszönöm. Hát én egy óriási dolgon vagyok túl, mert végre elmondtam neki. Oh, komolyan. Igen. Igen, és így hát nem tudok meghatódás nélkül beszélni róla, mert nagyon jól fogadta, tudod? Jaj, de jó. Én nem gondoltam, hogy az én lányom egy ennyire nyitott, ilyen különleges személyiség, komolyan. Jaj, rettegtem ettől a pillanattól, tudod, rettegtem tőle. Hát gondolom. Persze. Neked ez hogy volt, hogy így a család, hogy akkor így férfiak is, nők is, vagy hogy lett ez, vagy most már, tehát hogy volt? Hát, figyelj, én egy ilyen nagyon kísérletező fiatal voltam, tudod, és így nekem volt egy nagy szerelmem, egy lány, még mielőtt családot alapítottam. Nagyon romantikus kapcsolat volt, és nagyon romantikusan lett vége, de jött a férjem. De egyáltalán nem bántam meg. Van egy lányom. Így van. Igen. Igen. És én a férjemet teljes szívemből szerettem, teljesen őszintén szerettem, de hát nyilván nem véletlen, hogy ez a folyamat beindult és leépült ez a házasság. Aztán most már így őszintébb tudok lenni magammal, nyilván egy csomó minden a hátam mögött van, úgyhogy most már így tudom, hogy merre van az arra. Ja. Igen. Hát meg most már így két nő is vállalhat gyereket. Hát igen. Igen. Táncolunk. És a zene majd megjön magától. Igen.